Sziasztok! Kerpál Frónius Gábor vagyok, Budapest főpolgármester helyettese. Itt vagyunk újra a Városházán, hogy beszámoljunk nektek arról, mik történtek Budapesten szeptemberben. Mert a Momentum fővárosi frakciójának tagjaival együtt hiszünk abban, hogy ez az a Budapest, ami szolidáris, ami zöld és ami szabad. Nézzük, mik történtek az utóbbi egy hónapban. Három új gyalogos átkelőhellyel bővült a nyugati tér. A beruházásnak köszönhetően akadálymentesen, már az aluljáró használata nélkül is körbejárható a tér és a forgalmas közlekedési csomópont. A fejlesztéssel közvetlen felszíni gyalogos összeköttetést kapott a Váci út és a Bajcsy-Zsilinszky út, valamint a Terész körút és a Szent István körút. Mert ez az a Budapest, ami biztonságos. Elkezdődött az iskola. A budapesti közlekedési központ 4 helyen, köztük a 4., 10. és 17. kerületben indítja el biztonságos iskola utcák projektjét, hogy könnyebben megközelíthessétek az intézményeket reggel és délután. A tesztidőszak után reméljük, hogy egyre több iskolánál lesznek járdaszintre emelt rövidebb gyalogátkelőhelyek, kijelölt kis szendrájt parkolók, rendezett parkolási lehetőségek, és a buszról leszállva nem kell majd átkelniük az úttesten a gyerekeknek. Jó tanévkezdést mindenkinek, mert ez az a Budapest, ami gondoskodik. Immár harmadik alkalommal dönthettek a budapestiek 1 milliárd forint sorsáról. Arról, hogy az általuk kitalált ötletek közül melyeket tartják leginkább megvalósításra érdemesnek. Míg a tavalyi projektek sorra valósulnak meg, így a Mester utcába zöld kazetták kerültek és a Szent István parkban közösen ültettünk növényeket, megalkottuk az ország első rendeletét is a közösségi költségvetésről. Mert csak az a város lehet igazán szolidáris, zöld és szabad, amely figyel a lakói vágyaira. Mert ez az a Budapest, ami mindenkié. Többek között ezek történtek Budapesten szeptemberben. Ha kíváncsiak vagytok a Momentummal kapcsolatos hírekre, kövessétek a Momentum YouTube csatornáját, kövessétek a Momentum Budapest Facebook oldalát, hiszen tudjátok, ez az a Budapest.